Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Fotoklik felületén, a Fotoklik kerekasztal legújabb epizódjában, ahol a hazai fotóoktatás következő típusát fogjuk most itt körbejárni kollégáimmal. Három intézménynek a képviseletében köszöntöm itt a következő pedagógusokat. A Képző és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, röviden a Kisképző, képviseletében Makáriné Fodor Évát és Fejér Jánost, művésztanárokat. A Számag Szalézi Technikum és Szakgimnázium nevében Kéri Gáspárt és Váradi Viktort, és a budapesti, most megint egy hosszú elnevezést mondok, Budapesti Komplex SC Kézműves Ipari Technikum, röviden Práter utca egyik képviseletében pedig Boldvai Balázs művésztanárt köszöntöm. Sziasztok! Sziasztok! Látok a beszélgetést. Mi is köszönjük a lehetőséget. Rögtön az első, amivel szeretném kezdeni, az az, hogy egy kicsit így beszéltek az intézményről, az iskoláról, ahol tanítatok, a státuszokról, tehát hogy ki mit tanít, milyen tantárgyat tanít. Szerintem ilyen historikus szempontból kezdjük el, mert hogy a Kisképző a legrégebbi, a legpatinásabb intézmény, tulajdonképpen Magyarország első fotószakát a mai Kisképző struktúrájába illesztette be Pécsi József, ha jól emlékszünk, tanulmányainkból. Úgyhogy hogy szerintem kezdjük a Kisképzővel. Éva vagy János? Köszönöm. Igen, én fogok kezdeni. Remélem, hogy jó lesz az internet, mert most nagyon recsegtetek. Na hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt bemutatkozhatunk, és beszélgethetünk veletek. Tehát
És talán az első diát, hogyha mutatod, bár fejből is tudom. Szóval 1778-ban alapította az iskolát még Mária Terézia, akkor iparos tanoncok rajz iskolája volt, és elég sokáig így működött, míg a 20. század elején beindult Magyarországon az iskola rendszerű szakképzés, és ekkor 1914-ben alapították nálunk is Pécsi József személyében a fotószakot. Azóta sok neves tanár tanított nálunk, a teljesség igénye nélkül olvasható fontos tanár pedagógusok neve: Kálmán Kata, Langer Klára, Klesz Albert, Reisman Marian, a fototörténetből ismerősek talán ezek a nevek, dr. Sefcsik Jenő, vagy Tímár Péter, aki hosszú ideig az iskolát is vezette, engem is, ő tanított annak idején, Tőri Klára, akit fototörténészként ismerhetnek sokan, Zárai Péter. Körülbelül, igen, 8 éve tanítunk együtt Jánossal és Zolival, Molnár Zoltánnal, és közben adóként tanított nálunk Illés Barna, Kéri Gáspár, Lisztes Edina, Lukács Mihály, vagy Taskovics Dorka. A következő kép. Igen, jelenleg 10 művészeti szakmát lehet nálunk tanulni, és nagyon különleges ez a hely, azért is ez az iskola, mert ez az egy fedél alatt 10-12 műhely rendkívüli inspiráló közeget jelent, ahogy a diákok együtt egymásra hatnak. A fotószakon művészeti és média fotográfus képzést indítunk. Volt az elmúlt időszakban pár év, amikor a fotográfus és fotótermékkereskedő voltunk kénytelenek indítani, de most újra a művészeti képzés területén van a fotószak egyik fajtája. Ez részben a 4+1-es nappali képzésben tanítjuk, tehát 8. után érkeznek a gyerekek, és 5 évet vannak nálunk, 4. év végén érettségiznek, és az 5. év az már csak szakmai év. Ennek a végén van a vizsga, a szakmai vizsga, és 2 éves esti képzés indítunk szintén. Az esti képzés az, az érettségire épülő, ugye? Igen. Az esti képzés. Igen. És 8-10 fős csoportokkal dolgozunk, úgyhogy nagyon jó dolgunk van szerintem, annak ellenére, hogy mindig jobbat szeretnénk, és minél több szakmai órát és egyebeket, minél jobb feltételeket, de akkor is azért ez egy ideális létszám lehet. Az egy nagyon ritka, ideális, igen. Igen. Na most akkor nálatok tehát egy ilyen művészeti iskolának a közegét kell elképzelni, egy művészeti struktúrába illeszkedik bele a fotószak. Igen, igen. Sok rajzórájuk most, is van amellett, hogy a szakmai órák. Erre mindenképpen szeretnék visszatérni egyébként a rajzoktatásra fotósoknak. Kell-e, nem kell-e kérdéskörére, hogyha lesz időnk, mert ez nagyon foglalkoztat engem már régóta. De hogy most kicsit lépjünk tovább, és nézzük meg hogy a képanyagunkat mi a tematikánk szerint állítottuk össze, ahogyan a képzésünk felépül. Kompozíciós alapozással kezdünk minden hozzánk érkező fotózni vágyó. Először ezekre az alapokra tanítjuk, és akkor mehetnek majd a diák. Egy pont, vonal és forma feladat soron keresztül ismerkednek a gyerekek azzal, vagy a fiatalok, hogy a külvilágot képpé. Picit lassabban lehet esetleg, mert tehát a külvilágból képeket vágjunk ki, megpróbáljuk őket látni, tanítani, megfigyelni a látványt máshogy is, mint ahogy azt eddig tették. Formákként, kompozíciós elemekként gondolkodni a látványról. A figura nélküli bevezető részt követi a figura a térben, feladat, sor. Digitális és analóg technikát is folyamatosan használunk, és a régi technikák közül is sok minden kipróbálhatnak nálunk a gyerekek, nagyon, nagyon sokszor kísérletezünk. Ugye az évek során mindig visszatérnek a
különböző technikák és a különböző feladatok is más-más szinten és más-más mélységben. Ez még szintén itt a geometrikus alapozás idei elsős, másodikos diákok munkáit láthatjátok. Karantén idején nagyon érdekes volt, én oda is válogattam be képeket, hogy ott vajon mit lehetett csinálni otthon a négy fal között. Hát ott is ezekkel a kezdő diákokkal ezt a geometrikus alapozást erősítettük, illetve a látványból választottak olyan részeket, amiket elvonatkoztattunk, absztraháltunk. Itt például fényárnyék feladat volt, voltak olyan feladatok, amiket egy egyszerű fehér papírlap volt a téma, hogy mit tud vele kezdeni. Itt most ebből láttok majd egy pár képet, szintén a diákok által irányított fényforrások helyezgetésével formálták a látványt, vagy hétköznapi eszközök, ez például egy reszelő és az árnyéka. Tehát valahogy játékosan, és ugyanakkor mégis koncentráltan próbáltuk őket arra vezetni, hogy el tudjanak mélyülni, mind a komponálás terén, mind a fényképezőgép használat. Ez, amit most látható, ez is az előző anyagok, igen, ezek a színes képek, ez is a karantén idején készült, ez már egy személyes hangvételű anyag, az a kislány, Faust Anna nevű diákunk a nagymamáját fényképezte. Tehát lehetőségük van a feladatot, sőt, elvárás, hogy a feladatot lehetőleg egyéni módon úgy oldják meg, hogy abban egyrészt megtalálja az örömét, másrészt megoldja a feladatot, és hozzon benne valami újat, valami személyeset. Persze ez nem mindig tud megvalósulni, de erre próbálunk törekedni, vagy erre inspirálni a gyerekeket. Ezek a mozaikszerű térábrázolás, illetve egyéb kompozíciós feladatok, ezek szintén az első két év feladatai között találhatók, és az élesség, életlenséggel, mélységélességgel foglalkoztunk, és a kép határokkal. Jó. Itt át is adnám a szót a Jánosnak, aki majd mindjárt Molnár Zoli által is tanított témákról fog beszélni. Jó estét mindenkinek, én is mindenkit köszöntök. Ahogy már itt hallottuk, ugye mi a tematikánk szerinti vetítést állítottunk össze. Ez már a harmadik évhez kapcsolódik. A harmadik évünkben az első két év ilyen kompozíciós és grafikai alapozónak a megszerzett tudását próbáljuk már összeépíteni és valahogy képet létrehozni. A harmadév egy ilyen gyűjtőneven néven hívhatnám riport évnek is, ahol az ember, a tér, a kompozíció, már ez a három egység egymással kohézióban, egymással összegyúrva kell, hogy megjelenjenek a képen. Itt egy képriport feladatot látunk, Fuzik Adél munkáját. Az első két év munkájától ez azért különbözik ez az év, vagy egy nagyobb előrelépés, mert itt már össze kell szedni magukat, ki kell menni az utcára, találkozni emberekkel, fel kell vállalni a fotográfus létüket. Igazából ez az első igazi szárnyitogatós év, ahol nyilván ez a legnehezebb lépés a fotónak, szerintem a tanulási folyamatába, hogy olyan kapcsolatokat, olyan eseményeket kell megörökíteni, felvállalni, amik akár kellemetlenek, emberekhez oda menni az utcákon, és ezáltal egy ilyen nagyon dinamikus és gyors fejlődés következik be ebben az évben. Mehetünk tovább, most már folyamatosan jöhetnek a képek. Ugye itt ezt az évet Molnár Zoltán oktatja a kisképzőbe. Itt láthatjuk, hogy itt már mindenféle különböző feladatból szemezgettünk képeket, tehát ezek nem kapcsolódnak koherensen össze. Látjuk azt, hogy a tanulóknak meg kell olyan technikai kihívásokkal küzdeniük,
amik egy védett környezetben egyszerűek, de már az utcán egy mozgó alaknál a fénymérés vagy a komponálás már egy komolyabb felkészültséget igényel, és ez az, ami nagyon intenzíven tovább lépteti őket abban, hogy komolyan vegyék magukat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt már az alkotás, vagy úgy gondoljuk, hogy az alkotásnak egy olyan folyamatább, vagy olyan lépcsőjéhez érkeztek el, amit hogyha meg tudnak lépni, akkor önmagukra is másképp fognak már tekinteni, tehát már alkotóként kezdik el apostrofálni magukat. Ez sok esetben vissza is köszön a munkákból, sokkal több energiát tesznek bele, tényleg kényelmetlen helyzeteket vállalnak fel akár. Itt mondjuk a technikai szempontok is fontosak, itt jönnek be a olyan kamerák, középformátum, a nagyformátum, amiknek a használata is már bonyolultabb, tehát hogy ez már az igazi mélyvíz nálunk. Nyilván ez is, vagy ez az év talán egy ilyen igazi szűrő, hogy itt sokszor eldől az, hogy ki az, aki szeretne ezzel foglalkozni. Tehát, hogy az épületfotónál is az, hogy kimenjenek, hosszú kilométereket gyalogoljanak, hogy egy olyan épületet találjanak, ami tényleg megfelelő, hogy egy olyan szituációt találjanak, ahol tényleg tudnak alkotni. És hát több esetben van az, hogy itt megfogalmazódik az, hogy ők igazából ezt nem annyira szeretik. Tehát, hogy itt ez tényleg egy vízválasztó rész. Nagyon sok tanulónál előjönnek olyan szociális problémák, hogy félnek az emberektől, nyilván ez érthető, hiszen 16-7 éves emberekről beszélünk, hogy nincs kedve esőbe kimenni, hogy éjjel nem akar fotózni, amit nyilván próbálunk minél emocionálisabban megérteni, hogy mik ezek a nehézségek, de hogy ezeknek a leküzdéséhez itt már komoly elszántság kell. Ide tartozik ugye az emberábrázolás, itt ez az élettér feladatból egy sorozat, ahol látjuk, hogy egy erdőben élő családnak például az életében. Tehát az, hogy egy hétköznapi család, nem hétköznapi, tehát hogy egy hétköznapi szituációba úgy kerülnek bele, akár mint egy család résztvevője. Tehát ezeket leküzdeni, azt, hogy ő ott egy idegenként van jelen egy intim környezetben, ezek nagyon nehéz feladatok. És én azt gondolom, hogy nagyon jól veszik itt az akadályokat sok esetben, de mindig visszaköszön az, hogy ez az egyik legnehezebb lépcsőfok, amikor fel kell vállalniuk önmagukat. Itt is ez az állatkertő, a Léber Dorina munkája, egy nagyon összeszedett, nagyon jól megfogalmazott riport. Rengetegszer mennek vissza a helyszínre, elkezdődik az a fajta létezés, hogy egy témát hosszú ideig kezdenek el kidolgozni. Tehát, hogy visszamennek a helyszínre, újra fényképeznek valamit. Ugye az analóg technika itt már nem követelmény, de nagyon sokan egyszerűen szeretik ezt a technikát, vagy így a másodév után így szeretnék használni újra, és rengetegszer van, hogy technikai hibákból adódóan újra kell fényképezniük valamit, és nincs kérdés, nincsen kifogás, mennek vissza és csinálják. Megállítanak embereket az utcán, ez is egy színes filmre készült anyag. Tehát itt már, én azt gondolom, itt már az első két év tudása, ha komplexen összeáll, akkor egy egészen értékelhető munka a végeredmény. Ez a Széchenyről készült sorozat. Amit még mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy igen, például ez a sorozat idősek, nem az idősek otthonában, de azon keresztül készült, tehát hogy vannak olyan programjaink, hogy a diákoknak különböző helyeket biztosítunk, hogy hol fényképezhetnek, idősek otthonába, balettintézetbe, és különböző ilyen olyan terepeken, ahol igazából fotografálni jól lehet. Tehát nem azt mondom, hogy könnyű képet készíteni, de hogy vizuálisan és emberileg is egy értékes helyszín, ahol kipróbálhatják magukat. Itt már nyilván ide tartozik az emberábrázolás is, már konkrétan vett emberábrázolás, a portré. Ez egy kisképzőben készült anyag kisképzős diákokról. Itt már elkezdik felfedezni azt, hogy valóban különleges
az a világ, amiben élnek, és hogy ennek a fotografálása igazából minden szintéren érdekes és izgalmas lehet. Ez azért fontos, mert ez például teljesen saját környezetében készíti, és hogy itt már nem azért készíti a saját környezetében, mert kényelmes, hanem azért, mert visszatér a saját környezetében, mert felismeri, hogy mi az, ami valóban érdekli. És akkor vége a harmadévnek, ennek a tényleg ilyen rázós terepnek, akkor jön a műterem, ami sok szempontból könnyebbnek éreznek a diákok, vagy mi, én is azt gondolom, hogy egy védett környezet. Itt viszont nagyon át kell tudni állniuk arra, hogy csak rajtuk múlik a kép. Itt most nem fog belépni senki jól a képbe, nem lesz a megdöntő pillanat előttük, hanem itt nekik kell megépíteni. Itt most kocka fényképeket látunk, ez a világítás egyik bevezető feladata, hogy fekete és fehér kockákat fotóznak, és én azt gondolom, hogy az azért jó ez a feladat, mert egy nagyon egyszerű, idézőjelben egyszerű formáról van szó, ahol tényleg arról szól, hogy ő mennyit tud hozzátenni ez a képhez. Tehát ez alapvetően nem lenne egy látványos dolog. Igen, azt elfejtettem, a negyedében ezt az alkalmazott irányú fotográfiát, a műtermi fényképezést én tanítom. Itt láthatjuk, hogy a tárgyfotózásba is belemegyünk, mindenféle ilyen vicces, játékos commerce képekkel kezdünk, borfotó, végigmegyünk ezeken a dolgokon, és akkor megpróbálunk egy kicsit hozzátenni. Nagyon fontos az, hogy a technikai alapokat nagyon jól el kell tudni sajátítaniuk, mert az a továbbiakban az lesz a kreativitásuk egyik alapja. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mi alapvetően autonóm alkotással foglalkozunk, de hogy ezek a technikai tudás, hogyha hiányzik, akkor az egyszerűen a kreativitásuk rovására fog menni. Uh-huh. Ezt úgy érem, ez is egy ilyen vizsgamunka részlet. Ja nem, ez negyed év. Bocsánat. És akkor itt látszik, hogy a hallgatók azért elég sok mindent megtesznek. Itt valóban ketté vágott pengével egy pisztrángot, és ott fekete átvétel, de ebben nincs digitális segítség. Mehetünk közben. Vannak különböző feladatok, hogy ez például a tej feladatra készült, hogy társítsanak olyan tárgyakat, amik például nem egymáshoz valóak, és hogy milyen eredményt, vagy hogy a téma kontrasztja képes-e valami többet kihozni abból, ami az alaplátvány. Uh-huh. Én itt próbálom azt az irányt tartani, hogy az autonóm alkotás megmaradjon az alkalmazott területen. Nyilván ehhez szükség van egy olyan gondolkodásmódra, amit azért ők egy művészeti közegben léteznek, tehát hogy ezt őszintén nem olyan nehéz átütni, és ezt az átütnit visszavonnám, rábírni őket, tehát hogy alapvetően a festészettel, a képzőművészettel vagy képzettek ebben, és nagyon jól, nagyon gyorsan hozzák ezeket az ötleteket, uh-huh. és a műterem után, az ott megszerzett világítási tudások alapján egy kicsit a megrendezett fotóba is így belenézünk. Itt ez egy panorámagéppel készült kép, tehát itt már látható, hogy a technikai dolgok is, hogy már úgy nyúlnak a technikához, mint eszközhöz, nem mint valami varázslathoz, tehát nem arról szól, hogy hú, én most panorámával fényképezek, hú, én most tudok világítani, hanem most már képesek arra a negyed évben, hogy az eszközöket abszolút rendeltetésszerűen használják, és az ötleteiket meg tudják valósítani. Ez egy általam nagyon szeretett anyag, ezt azért válogattam ide. Ezt egy srác a nagypapájáról csinálta, hogy újra motorozni indul az öreg. Nagyjából ez így a valóság és a fikció közötti állapot. Színes filmre fotózta a tanuló ezt a munkát. Nagyon sokszor, nagyon sok technikai hibával visszament, újra csinálta, és itt éreztem azt, hogy egy komplex, igazi alkotást szeretne létrehozni, amire ő is büszke. És akkor így ennek a nagy szerencsénkre ezt aztán be is válogatták több helyre ezt az anyagot, de úgy gondolom, hogy itt a elindult egy olyan gondolkodás, amit ötödévre szeretnénk mindig, hogy
kiforjon, hogy önmaguktól fényképezenek. Tehát, hogy mi a konzultációs, nem azt mondom, hogy barátok, de konzulensek legyünk, és ők önmagukért dolgozzanak. Uh-huh. Ez is mi jó. A... János, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a bemutatót. Gyorsan megnéztük, hogy mi történik 5 év alatt a diákokkal, akik ugye ilyen, ha jól számolom, 14-15 évesen kerülnek be az intézménybe, és egy ilyen kvázi fiatal kész felnőttként kerülnek ki, már tudatos képalkotási tapasztalatokkal, vagy skillekkel. Most nézzük meg szerintem a Számark intézményét. Milyen profillal dolgoztok Gáspár és Viktor? Tehát, hogy mi az oktatási cél? Ez is lett volna a következő ilyen kvázi körkérdésem. Tehát, hogy mi a célja nálatok a fotóoktatásnak? Körülbelül kik mennek, milyen korosztály? Milyen típusú az intézmény, és amit még gondoltak itt bemutatkozásképpen a számokról. Jó, akkor szerintem én elkezdeném egy ilyen rövid iskola bemutatóval. Ugye azért nekünk nincs olyan nagy múltunk, mint mondjuk a kisképzőnek, vagy akár a Práternek. Ugye a számok alapvetően elsősorban talán még mindig az informatikai képzés jut az embernek róla az eszébe. 2013 óta van nálunk fotós képzés, Tasnádi László kollégánk szervezte meg, aki egyébként a kisképzőben is tanított annak idején. Jelenleg 7-en vagyunk. Szóval nagyon nagy ez az iskola, nagyon sok szakkal. Körülbelül egy időben ilyen 900 diák jár az iskolába, ennek 45%-a az, aki már a művészeti képzésbe, tehát a legnagyobb szeretet azért mégiscsak már így napjainkra a művészeti képzés az, ami ebből a tortából így kiszelhető. Ezen belül is a fotó, a grafika mellett a fotó az egyik húzó szakunk. Nappali és esti képzésünk is van, ugye most inkább a nappali képzésről fogunk beszélni, ugye ez mind a kettő 2 éves, érettségire épülő képzés, ugye a nappali tagozaton a 18-tól 24 éves korosztályig vannak diákjaink, érettségi után jönnek, jellemzően azért azt lehet mondani, hogy előképzettség nélkül, de azért nagyon nagy tehetségeket tudunk felfedezni közöttük. Tehát most körülbelül vannak 130-an, ebből 75-en vannak a nappalin, és ugye majdnem ugyanannyi 50 valahányan esti képzésbe. 25-30 fős osztályokkal, és ugye a gyakorlati órákon azért ennél kisebb, felekkora 10-15 fős csoportokkal működik a képzés. Ugye amit ugye a kisképzőben 5 év alatt kapnak meg a diákok, ugyanazt a tematikát nekünk 2 év alatt kell tudni átadni. Tehát egy kicsit sűrűbb a tempó, nem válnak ennyire szét a műfajok évekre, mint ahogy ezt az előbb a Jánoséktól hallottuk. Tehát itt nálunk inkább fél évenként és párhuzamosan vannak ugye műtermi és külső helyszínes vagy kreatív feladatok. Ugye még a kollégákról mondok akkor egy pár szót, és utána majd át is adom a Gáspárnak én is a szót. Tehát ugye 7-en vagyunk most, ugye Kéri Gáspár és Illés Barna az, akik ez a nálunk ilyen külső helyszínesnek hívott tantárgyat viszik. Gyakorlatilag itt ők adják meg a legnagyobb szemléletbeli, látásmódbeli alapot a diákoknak. Nagy Barbara kolléganünk, ő műtermi alkalmazott fotós, világból érkezett, és ilyen jellegű tantárgyakat tanít. Én is a műteremben oktatok leginkább műtermi fotózást. Tasnádi László és Varga Gáborral nagyon szerencsések vagyunk az új képzés szempontjából, mert ők mind a ketten gyakorlott kiadványszerkesztők, tipográfusok is a fotózás mellett, úgyhogy ez ugye azt tudjuk, hogy most az új képzésben ez nagyobb hangsúlyt kapott, ők oktatják nálunk ezeket a tantárgyakat, illetve még Tóth Tibor kollégánk van, aki pedig a sajtófotó világából érkezett meg közénk. Igen, az új képzésről még nem beszéltem, ugye 2020-ban lett átszervezve az OK-i, és az jött ki ez az új szakmajegyzék. Mi ebből a
fotográfus és azon belül is a kreatív fotográfus szakmát tanítjuk ebben a két évben. Emellett van még ugye a művészeti fotográfus, mi a kreatív ágazatot választottuk. Ez talán egy picit azt lehet mondani, hogy inkább az alkalmazott fotós képzésnek felel meg, de azért a tanári kar arra törekszik, hogy ne csak annyira az alkalmazott vonal legyen jelen, hanem ugyanúgy egy ilyen művészi gondolkodásra tanítsuk a diákjainkat. Uh-huh. Szerintem Gáspárnak átadom a szót, és közben át is ugorhatunk akkor a vizsgamunka mappákra, és onnan vetíthetjük a képeket, és Gáspár nyugodtan mond el, amit még én nem. Jó. Ja, igen, ez így nagyon jó, hogyha a vizsgamunkákra megyünk. Tehát mi inkább onnan gyűjtöttünk, hogy a kimenetet így lehessen rögtön látni. Hát, hol is kezdjem? Talán ami érdekes, vagy ilyen tapasztalat, hogy ugye tényleg két éves képzés. Ugye van összehasonlítási alapom, ahogy az Éva is említett, én a kisképzőben is tanítottam 5 éves, 4 plusz 1 éves képzésben. Nekem egy pozitív tapasztalat egyébként, hogy két évben is, hogyha jól csináljuk tanárokként, jól összedolgozunk, meg jól leosztjuk a területeket, akkor szerintünk két év alatt is, mivel alapvetően egy technikai képalkotó eljárásról van szó, az a része viszonylag, tehát mondjuk könnyebben haladósabb, mint mondjuk festészetet vagy grafikát tanítani, tehát mindenképpen, tehát lehet szerintem két évben jól dolgozni. Ami érdekes, hogy a számalkban elég heterogén a társaság, akik így egy-egy osztályba összejönnek. Ugye Budapest és vonzás körzete, de egészen távoli, tehát hogy Kelet-Magyarországról is, Nyugat-Magyarországról is, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon, hát ha szabad ezt mondanom, egy nagyon heterogén szociokulturális közegből is jönnek. Ez egyébként egy elég érdekes, izgalmas kölcsönhatást is jelent akár a közösségen belül. Nem, tehát hogy mondjam, nem feltétlenül jelent előnyt azt, hogyha valaki mondjuk egy művészeti közegből jött már, mert ugye van erre is például, hogy valaki egy már korábban mondjuk egy gimis képzésben járt, és akkor mondjuk esetleg több a rálátása. Nagyon érdekes az, hogy azért itt ösztönösen is nagyon jó dolgok tudnak előni, szóval elég vegyes a dolog, ez egyébként oktatóként azért föladja a leckét, hogy alapvetően ugye mindig fontos a fotós képzésben az, hogy nyilván átadni egy egységes tudást, de nagyon fontos az, hogy azért személyre szabottan is ugye tudjunk a problémákon, vagy a felvetett problémákon, vizuális kérdéseken így segíteni. Szóval, hogy ez mindenképpen egy érdekes dolog. Most kezdek így bele menni ebbe a dologba, lehet, hogy nem kéne ennyire esetleg be, ahogyha igen, olyan konkrét kérdés. Hát én most így átadnám Balázsnak majd a szót. Konkrét kérdés még egyelőre nincsen, bár nekem itt föl van írva majd egy csomó minden. Meg érintettetek is már egy-két problémát ez alatt a pár perc alatt, csak hogy egy picit ismerjük meg a Práter utcát is, mint egy, nem tudom én, hanyadik ikonikus iskoláját a hazai fotóoktatásnak. Röviden Práter utca, mit kell erről tudnunk? Balázs. A mikrofonodat bekapcsoljuk, várjál picit. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Az iskoláról néhány szóban annyit említenék meg, hogy a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, ez gyakorlatilag egyike a központi régiónak a négy centrumának. 13 iskola tartozik hozzá, több mint 1000 fő pedagógus, illetve egyéb munkatárs tartozik az iskolához, és közel 9000 diák, természetesen nappali, illetve felnőtt hallgató. És körülbelül 120-nál is több szakma érhető el. Ezt tudom mondani. A fotográfus képzés az a Budapesti Komplex Kézművesipari Technikumban folyik, ami mellesleg egyébként akkreditált független vizsgaközpontként is működik. Ugye maga az iskola az
1963-64-es tanévben indult el a 13. kerületben, és aztán 1979-ben költözött a ma is jól ismert helyére, a Práter utca 31-es szám alá. A képzések alapvetően érettségire épülnek, tehát érettségire épül a szakképzés, folyik két éves iskola rendszerű nappali, valamint ugyanígy két éves iskola rendszerű felnőtt képzés érhető el. Kreatív fotográfus képzés folyik jelenleg az intézményben. Nekem egy picit nehéz most így sokkal többet meg részleteiben menőben mondanom, hiszen viszonylag új volt a felkérés a számomra, tehát egyelőre még feltérképezés alatt van a lehetőségek, hogy mit és hogyan lehetne, de korábbi tapasztalatokról természetesen sokat tudok mesélni. Uh-huh. Jó, köszönjük szépen. Miért hívják Práter utcának ezt a köznyelvbe, vagy a szakma nagyon röviden Práter utcának hívja? Hát talán az utca. Régen, amikor még nem volt összevonva, tehát nem volt így központosítva a szakképzés Magyarországon, akkor tulajdonképpen ez egy fotós szakiskola volt, úgy hívták, hogy nem is tudom, még az elején talán szakmunkásképző volt, és igen. Később ráépült az érettségit adó szakközépiskola, tehát mindenféle változáson ment keresztül, de hogy eredetileg azért ez egy szakmunkásképző intézmény volt, és Prát, tehát igen, az utcanévre. Következő ilyen kérdés, ami érdekelne, az az, hogy ezekben az intézményekben hogy kerülnek be a hallgatók? Tehát, hogy van-e felvételi nálatok, van-e értelme a felvételinek, vagy mindenki, aki jön, nagyon örültök neki, és felveszitek? Milyen kritériumok alapján tudjátok kiválasztani a jelentkezőket? Erről beszéltek, légy szíves, egy-két mondatot, de közben még azt szeretném csak így hozzáfűzni, hogy érkeznek itt a hallgatói kérdések, és akkor ezeket majd néha megmutatom, és próbáljunk rá válaszolni. Úgyhogy, ha majd legközelebb a kisképző, tehát, hogy Éva és János veszi át a szót, akkor Csomor Ádám kérdésére majd lehet, hogy... Igen, itt a kérdés, remélem, hogy jól megjelent nálatok is. Kérjük szépen majd a választ, jó? Tehát, hogy felvételi, és hogy látjátok ezt így röviden? Kezdjük mi? Igen. Hozzánk a 4 vagy 5 éves képzésre, 8. után érkeznek a gyerekek, és nagyon komoly felvételi van az iskolában, különben egységes minden az iskolánkba érkező diák számára, tehát bármilyen szakra jön, rajzból felvételizik, különböző feladatokat kell megoldania, és otthoni munkákat is be kell hoznia már a szóbelire, uh-huh. amiben a fotószakra jelentkezőktől fotókat várunk. Persze nem. Tehát ezek már konkrét fotókat vártok a felvételi? Igen, tehát hogy mindenképpen legyen valami, amit akár a telefonjával csinál, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hétköznapi világból ő mit hogyan lát meg. Uh-huh. És hogy vajon mennyire érdekli, mi minden érdekli, mit tud azért tenni, hogy a kép az érdekes legyen. A felnőtt képzésre jelentkezőket is nekünk lehetőségünk van megszűrni, mert nagyon sokan jelentkeznek, úgyhogy ott nincs rajzi felvételi, hanem mappát küldenek be, átnézzük, behívjuk őket szóbelizni, és elbeszélgetünk, próbáljuk a motivációjukat előcsalogatni belőlük, hogy miért szeretne hozzánk járni, miért szeretne fotós lenni, uh-huh. mennyire szeretné ezt próbáljuk meg. Mi együtt tanácskozunk, mert nagyon nehéz döntést hozni, de nagyon izgalmas és klasszol. És két éves képzés az esti. Az esti. Uh-huh. Azért ez nehéz lehet, mert hogy ilyen személyes szimpátia nagyon működik egy ilyen felvételiben, nem? Tehát, hogy nagyon, hogy is mondjam, ilyen erőteljesen az is, igen, jelen van ez a... Én eléggé bele szoktam betegedni. Főleg a kicsikébe, amikor így, nem tudom, 150 gyerek lapját nézzük, és a végén marad 30, amelyik mind nagyon jó, és akkor döntsünk.
De János, átadom a szót neked, hát ha valamit hozzátennél. Mutatom a kérdést közben, még egyszer. Ja, én csak a felvételihez még annyit tennék hozzá, hogy a kisképzőben ugye szerintem nagy szerencsénk a rajzi felvételi szűrő, mert az egy komoly objektivitást ad. Tehát nyilván, amit a te is mondtál, hogy egy velünk szembe ülő embernél már szimpátia az, hogy hogy érkezett meg minden, az is beletartozik, hogy mi 5 évre igazából valahol nyilván a diákjaink, de valahol a munkatársaink is lesznek, úgyhogy bizonyos szempontból beleszámít az, hogy mennyire találjuk meg az összhangot egy felvételi. Tehát, hogy ezt nem is érdemes letagadni, de ezért nagyon jó a rajzi felvételi, mert az egy objektív dolog. Tehát, hogyha odáig eljutott, akkor az biztos, hogy tett bele energiát, dolgozott érte, és ott legalább egy ilyen... A kisképzőnek amúgy is problematikus volt mindig így a felvételi, mert nagyon sokan akartak oda járni, és mindig ez a, hogy lehet igazán objektíven megítélni a művészetet, és a rajz az egy tök jó mérő. Tehát, hogyha valaki leül és sokat rajzol, egy idő után megtanul rajzot. Jó, és bocsánat, a kérdést azt megnézhetem. Igen, mutatom. Még annyi a felvételihez, hogy a tanulmányi eredmény is beleszámít a 8. után érkezőknek. Tehát központit írnak, központi felvételit. Uh-huh. És akkor a... Igen, és hogy az esti képzésről érkezett, bár nekünk az ma nem témánk, de ha már itt vagytok, akkor válaszoljuk meg gyorsan ezt a kérdést is. Az esti képzésbe ugyanúgy integrálva vannak ezek a szegmensek, amiről beszéltünk, csak nem egymásra épülnek, hanem párhuzamosan futnak. Úgyhogy ezt így, hogy most mennyi idő jut konkrétan, szerintem így lehet számolni, hogy fél évet nagyjából tudunk foglalkozni ilyen témákkal, de hogy igazából ott már párhuzamosan futnak más, tehát hogy ha szó szerint akarom mondani, hétfőn report, kedden műterem, tehát hogy valami így kell ezt elképzelni. De hát igen, mert tulajdonképpen az esti képzésnél ki vannak véve az érettségi tantárgyak, és megmarad a... Igen. Kizárólag a szakmai tantárgyak maradnak meg, leszűrve. Úgyhogy ez egy ilyen pörgősebb, töményebb... Meg több órája is van. Több óra is. Nagyon intenzív, és sokkal érettebbek természetesen a koruknál fogva. Tehát hát jobban terhelhető végül is ez a korosztály, mert hát egy érettségizett korosztályról van szó, felnőtt emberekről, ha jól értem az estibe. Igen. Jó, köszönjük szépen. Számok, Gáspár Viktor, nálatok hogy van a szelekció? Van? Nincsen úgymond felvételünk. Ugye nálunk az a szabály, hogy érkezési sorrendben kell feltölteni a helyeket. Annyi van felvételi címszó alatt, hogy amikor valaki jelentkezik, akkor kérünk tőle egy ilyen 20 képes portfóliót, egy ilyen bemutatkozó anyagot. És igazából azokat mindig el szoktuk fogadni. Na, hogyha azt látjuk, hogy nagyon nincs érzéke hozzá, nem jók egyáltalán a képek, azért ezekben a 20 képekben, ezekben nagyon sok az ilyen naplementés, virágos, stb. Fotó, de azért az innen induló emberekkel is tényleg nagyon jó eredményeket lehet elérni. De hogyha azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nem megy ez a dolog, akkor portfóliópótlást szoktunk kérni, és akkor ott már egy picit ilyen irányítottabban kérünk tőlük képeket, hogy azért lássuk, hogy mégiscsak van-e valami érzéke ehhez a műfaj vagy szakmához. Mm-hmm. Ez egyébként most ugye a járvány miatt nálunk csak online beiratkozás volt, tehát ezt nem is láttuk igazából, szeptemberben találkoztunk először az új diákjainkkal, tehát küldték e-mailbe a kis bemutatkozó anyagot, és akkor utána láttuk, hogy mégis ki van a mögött. Ugye előtte években azért ez személyesen ment, ez a portfólió bírálatnak nevezett eljárás, de szeretnénk is erre visszatérni, mert azért azt láttuk, hogy az jobb volt, hogyha már a beiratkozás előtt látjuk azt, hogy kikkel lesz majd dolgunk szeptembertől. Gáspár, egészítenéd még valamivel? Nagyjából ennyi. Az mindenképpen egyfajta előszűrő azért, hogy tehát az a portfólió nézés. Ez, hát végül is csak megerősítem, tehát most így talán vissza tudjuk hozni a személyes találkozót, mert én nekem konkrétan volt, tehát hogy ugye eltanácsolni nem tanácsolatunk, de van olyan eset, amikor érdemes jelezni, hogy akár egy visszahozott anyaggal sem igazán
látjuk azt, úgyhogy hát ennyi előszűrőt tudunk csinálni egyébként. Jó. Köszönjük szépen. Balázs, te akarsz hozzáfúzni ehhez valamit? Rá látsz erre a dologra? Mert akkor minimális, minimális szűrés van, ha jól tudom, van felvételi, ugyanígy portfólió alapján vagy mappa alapján történik mindez. Kézirajzott sajnos nincs, ugyanakkor a képzés ideje alatt egyébként van rajzoloktatás is. Jó. Fontosnak tartani. Azt majd rá szeretnék erre térni, meg érkezett is egy nézői kérdésünk, Vancsó Zoltán személyében, és mindenképpen valahogy majd szakítsunk időt erre a rajzoktatás kérdésre. Én most szeretnék tematikusan tovább haladni, és a következő ilyen kvázi témakörünk az a pedagógiai módszer, vagy módszertan, vagy módszerek lennének, és rögtön az az első, ami engem mindig is foglalkoztatott, hogy lehet kreatív szakmát oktatni, hogy lehet kreatív gondolkodást oktatni, hogy lehet a vizuális gondolkodást fejleszteni, tehát hogy milyen módszereitek vannak arra, hogyan szoktátok csinálni, hogy kaptok egy kvázi egy emberanyagot, ilyen nagyon csúnyán kifejezve, tehát van egy ilyen-olyan eklektikus osztály, és el kell juttatni egy kimeneti szintig, és nem mindenkinek ugye egyforma, nem tudom, ez ilyen vizuális tehetsége. Tehát ugye magyarul ugye az eklektikával mit tudtok kezdeni, és szerintetek lehet-e és hogyan lehet vizualitást fejleszteni? Ki kezdi? Gáspár? Igen. Szerintem tehát nagyon fontos eleve a tanítás során szerintünk, meg úgy általában hogy a konzultáció, tehát a folyamatos konzultáció, kommunikáció, az, hogy egymás munkáiról beszéljünk. Majdhogy nem fontosabb az, vagy egy pontig fontosabb az, hogy egyáltalán tehát ki tudják magukat fejezni egymásról is, egymás munkáiról is, meg a saját munkáikról is. Ugye nagyon fontosak a minták, tehát éppen ezért nyilvánvalóan nagyon fontos a fotótörténeti, sőt én azt mondom, hogy a művészettörténeti háttér, ami ugye 2 éves képzésben nehezebb megoldani, és baromi fontos lenne a sokkal inkább a kortárs fotográfiával, tehát hangsúlyosan foglalkozni. Tehát, hogy valamilyen módon hát rá kell őket, tehát nyilván vizuális mintákkal rá kell őket vezetni, és nagyon fontos, mert ők jönnek egy olyan középiskolai képzésből, ugye, tehát ami hogyha az irodalom oktatás felől jól ismert, hogy hány sebből vérzik a dolog, tehát sokkal fontosabb az, hogy valahogy aktivizáljuk őket, hogy nyitott szemmel lássanak a világra. És aztán nyilván, ugye, amit előzőleg említettem, ezt a heterogenitást, ami ugye ezeknél az osztályoknál jelen van, nyilvánvalóan kialakulnak azért ilyen főbb stílusok, műfajok, tehát azzal együtt, hogy mindent, tehát végigjárják a fő műfaji sajátosságait a fotográfia különböző területeinek, de azért egy ilyen 2 éves képzésben azért igyekszünk kísérni és terelni őket abba az irányba, ami felé ők elmozdulnak, vagy ami felé úgy gondoljuk, hogy érdemes őket így elmozdítani. Látok egyébként, bocsánat, csak szerintem ez egy ilyen nagyon fontos pedagógiai, nem tudom, kihívás, vagy téma, vagy probléma, hogy érettségi után már egy ilyen félig meddig kialakult ízlésrendszerű embereket kaptok. Nem? Tehát, hogy így már túlélték a 8, tehát az általános iskola 8 osztályának, meg a gimnázium 4 osztályának a vizuális kultúra oktatását, és vannak akár ilyen megkövesedett, mindenféle ízlésbeli dolgok, hogy ezeken ti tudtok változtatni, vagy már eleve ez egy szűrt rendszer, tehát már az megy oda, akinek már van egyfajta, nem tudom, ilyen ízlése, vagy kultúrája, vagy kultúráltsága. Mit tudtok ezzel kezdeni? Ja, mondja, Viktor, meg közben csak annyi, hogy szerintem ezek nem számalkos fotók, nem? Vagy... De jaj, számalk, igen. Nem szóltam. De ugyan, mehet tovább az mondjad, anyag. Viktor. Csak annyit akartam, hogy azért szerintem nem igazán jellemző a 18-24 éves korosztályra, hogy annyira kiforrott lenne még a vizuális
ismeretük, tehát szerintem elég jól formálhatók, és tényleg itt találják meg ebbe a két évbe azt, hogy mi is az ő saját hangjuk. Tehát nagyon kevés az, aki szerintem már itt 18 évesen már valami meg berögzült képi gondolkodással rendelkezne. Nekem, ami egyébként itt a pedagógiai módszerről még eszembe jutott, ami szerintem inkább nehézség egy ilyen iskolai szintű képzésben mondjuk egy egyetemhez képest, hogy ugye nekünk folyamatosan értékelni kell feladatokat, viszont szerintem fotót meg pont, hogy nem lehet így osztályozni, hogy behozza ezt a képet és kap rá egy ötöst, tehát itt ugye tényleg a, vagy egy kettest, hogyha nem jó. Tehát szerintem tényleg az a fontos, hogy, hogy beszélgessünk és konzultáljuk velük, és én például nagyon sokszor szoktam úgymond túráztatni őket, hogy újra csináltatom velük az adott képet. Hogyha azt látom, hogy megvan az ötlet, technikailag nincs jól kivitelezve, vagy többet lehet belőle kihozni, akkor csináld meg újra. Mint sem az, hogy beírom a kettest, és megyünk tovább. Abból soha nem lesz fejlődés. És ezt hogy veszik, bocsánat, erre milyen reakciók jönnek? Vannak belőle sértődések, vagy van olyan is, aki azt mondja, hogy jó lesz nekem a hármas, csak haladjunk. Tehát van minden, de aki veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy akkor is megcsinálom úgy, ahogy kérjük tőle, ott azért lesz is eredménye ennek a dolognak. Úgyhogy visszaadom Gáspár, hogyha még van valami. Ja, nem, tulajdonképpen ez így kerek. Nálatok a kisképzőbe azért ez végülis könnyű dolgotok van, nem? Mert hogy ilyen 15 évesen megjelennek a hallgatók, akik egy szűrőn keresztül jutottak oda, tehát már eleve van egy tehetségük, tehát egy álom munka lehet a tietek, nem? Igen. Az. Ebből a szempontból is. Így eszembe jutott valami erről, hogy a kisképző, pont ahogy így ezt a kérdést föltetted, hogy én, tehát hogy ez a motiváció, meg az, hogy kreativitás, meg ez a kisképzőnek szerintem a falaiban van valami, ebbe biztos vagyok, mert ezt így magamon tapasztalom. A másik az, hogy na, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy műhelyünk van, és van egy műhely légkörünk. Uh-huh. És és az egyik legnagyobb támogatásunk szerintem az, hogy ide, ahogy átlépik ezt az ajtót, akkor ott egy műhelybe lépnek be, ahol mindenki ezt csinálja, mindenki ezzel foglalkozik. Tehát, hogy nem az, tehát, hogy akkor nem lóg ki, hogyha a fotóval foglalkozik, hogyha nagyít, hogyha a szkennel, hogyha a műteremben van, és ez egy nagyon furcsa, egy ilyen egymást húzó folyamattá válik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem a motivációval, vagy ezt talán az Éva nevében, meg az Zoli nevében is mondhatom, hogy a motiválásra nincsenek olyan hatalmas problémáink, és mondom, nagyon szerencsésnek is érezzük magunkat emiatt. És meg az, hogy művészettörténet tanulás, meg tehát, hogy a folyamatos rajz, ezek beleépülnek, a másik, amíg a műhelyben az, hogy a zene, a film, és így tehát, hogy gyakorlatilag aktuális művészet veszi őket körül. Uh-huh. És ezt így beszívják, tehát, hogy ezt így nem tudnám így nagyon pontosan megfogalmazni, hogy mik azok, amiket hozzá kell adnunk, hogy elinduljon egy tanulva jó irányba, vagy általunk jónak vélt irányba, általában így maguktól rájönnek, vagy így megérzik, hogy mi a helyes. Mm-hmm. Nyilván ezek, amiket itt hallottunk, hogy a sok konzultáció, de hogy nekünk van lehetésünk a személyes kontaktusra, mert ugye kevés tanulóval vagyunk egyszerre, tehát 8-9 ember. Igen. Azért az abszolút ideális, igen. Hát annak az intézménynek, mint minden ilyen művészeti intézménynek van egy elképesztő közege, egy hangulata, egy atmoszférája, ami már eleve löki az embert. Mert hát ők örökül kapnak szerintem egy ilyen szokásrendszert, vagy a művészet szeretetét, vagy a művészet tiszteletét. Míg mondjuk én azt láttam itt a felnőtt képzésben, ott van nagyobb tapasztalatom, hogy ott nagyon sokat küzdünk eleve azzal, hogy művészetről beszéljünk. Vannak olyan hallgatók, akik életükben nem voltak mondjuk kiállításon. Tehát Balázs nagyon bólogat, tehát, hogy így kvázi egy ilyen bevezetés a művészetbe zajlik, és óriási kontraszt lehet ez a kisképzőben, akármelyik vidéki vagy a budapesti kisképzőt veszük, ott pedig egy örökül kap egy ilyen fantasztikus atmoszférát. Úgyhogy ez így. Igen. Jó. Én még azt tenném hozzá itt a motiváláshoz, hogy
hogy sokszor nem is, és ahhoz a gondolathoz, hogy milyen nehéz osztályozni, hogy most jó-e vagy nem jó az a kép, vagy hogy csinálta, mennyi munkája van benne. Nagyon átjön az, hogy mekkora energiát tett bele, és hogyha nem elég jó, akkor én általában arról is beszélek a gyerekkel, hogy miért nem dolgozott eleget, hogy éppen olyan időszaka van, amikor nem tud valamiért, és itt a középiskolás korosztály, a kamaszokkal tényleg lehet akár külön személyre szabadon lelkizni is, olyan szinten, ahogy ők azt igénylik, vagy elfogadják, de hogy abszolút visszajön a munkán az, hogy akkor a következő hétre már megembereli magát, mert tudja, hogy ott, amikor kimegy fotózni, akkor ő neki milyen, hogyan tudja elérni azt, hogy odafigyeljen. Uh-huh. Ne vonja el a figyelmét más. Tehát sokféle praktika az, ami segít abban, hogy előbbre jussunk. Nem csak a technikai dolgok. Hogyne. Tehát tulajdonképpen ez egy személyközpontú pedagógia, nem? Tehát ez a folyamatos konzultáció és egyfajta ilyen mentori, mestertanítvány kapcsolat kialak, vagy kapcsolat során lehet igazából ezeket a motivációkat így elhelyezni. És az évfolyamok is egymást motiválják, mert lehetőségük van olyan napon is bejönni, amikor nem az ő órája van, vagy délután benn maradni, meg közös fél évente digitális prezentációt tartunk, évvégén kiállítás van, mindenkinek meg kell szólalni a saját munkájáról, úgyhogy próbáljuk sokféleképpen helyzetbe hozni őket. Uh-huh. Balázs, régen szólaltál meg. Én inkább ugye a felnőtt képzésben szereztem több tapasztalatot, tehát arról tudnék így mélyebbre menően értekezni. Éva nagyon sok igazságot mondott, vagy amiket ő mondott, hogy sok mindenben egyet tudok érteni abszolút. Nagyon fontos nyilván a tanár személye. Szerintem egy iskolarendszerű képzésben talán egy picit könnyebb lehet, talán, ha mondhatok ilyet, talán terelgetni a hallgatókat, mint mondjuk felnőtt képzésben, hogy ott semmilyen ráhatása nincs gyakorlatilag az oktatónak a történésekre, ha lehet ezt így mondanom. Igen, kevesebb egy picit, ja. Az a következő kérdésem, Balázs, hogyha befejezted a gondolatmenetet, nem tudom, hogy akartál-e még valamit mondani, hogy melyek azok a módszerek, amelyeket a COVID-ba, vagy a COVID okozta karantén kapcsán találtatok meg, vagy találtatok ki, vagy fejlesztetetek ki, és esetleg tovább vihető a COVID utáni oktatási rendszerbe. Most ez lehet, hogy nagyon messziről közelítettem meg, vagy hirtelen jött ez a kérdés, tehát hogy a karantén kapcsán megtanultunk online oktatni, megtanultunk távoktatni, kamerán keresztül hatni az emberekre, ráadásul gyakorlati képzéseket kellett folytatni valahogy, tehát mindenféle iszonyatosan kreatív ötleteknek a kitalálására voltunk kényszerítve szerintem az egész szakma, nem? És hogy mégiscsak rákaptunk ennek az ízére, tehát van egy csomó minden, ami szerintem itt tovább vihető, vagy beépíthető a általános és egészséges és világjárvány nélküli pedagógiai életünkben. Nektek van ilyen? Nekünk a fél éves prezentáció most ismét online lesz. Nem az iskolában ülünk egy olyan napon, amikor reggeltől estig néznénk a diákok munkáit, úgyhogy mindenki vetíti a maga képeit, digitalizálva, hanem otthon ülnek a gyerekek este 5-től 8-ig, 3 napon keresztül, hétfőket szerelemben van osztva, hogy mikor, melyik osztály. Ez is fárasztó, de most főleg, hogy még mindig helyzet van, megint így rendezzük, és el tudom képzelni, hogy ezt megtartjuk. De minden esetre jól működik. Uh-huh. Ezt a diákok is bírják? Igen. Uh-huh. Igen. Egyébként, ahogy Éva ezt mondta, mi pont a jövő héten tartjuk mi is a fél éves prezentációt, és hezitáltunk ezen, hogy online vagy élőben legyen megtartva, mert nekünk is ez volt a tapasztalatunk, hogy nagyon jól és gördülékenyen lehetett ezt a
majdnem 6-8 órás maratoni prezentációt online megtartani. Meg összességében azért ezek az online konzultációk, én úgy gondolom, hogy hatékonyan működtek a karantén idején is. Illetve ugye nekem egy picit nehezebb volt a dolgom, mert ugye a fő tantárgyam az mindig a műtermi fotózás, azt így elég nehéz volt egyébként online tanítani. Ugye jöttek a házi barkács megoldások, illetve ez is nagyon jó volt, hogy azért még előtte ez nem volt jellemző a diákjainkra, így egyre többen így kezdtek el bevásárolni. Most lehet, hogy csak a legalapabb kínai lámpákat vették meg, de elkezdtek erre költeni, hogy azért otthon is meg tudják csinálni azokat a világítás feladatokat, amiket jobb esetben műterembe csináltunk volna. De szerintem a Gáspár is a saját feladatainál is, amik ugye ilyenek, azért látta azt, hogy nagyon jó melók születtek a karanténban. Jó, kifejezetten jó melók születtek, ami tehát hatékonyan lehetett dolgozni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy sokszor a diákok oldaláról jött, hogy ők kezdték el hiányolni a személyességet a dologban. Tehát ez viszont idővel abszolút előjött egyébként. De jól, hatékonyan tudtunk egyébként dolgozni. Balázs? Sok olyan feladat van, részfeladat van, ami hát itt tapasztalatom szerint is sokkal jobban működik online. Egyrészt, ahogy már elhangzott, mi is arra kértük nagyon sok, tehát a diákokat, hogy vásároljanak be színes kartonoktól elkezdve olcsó kínai LED lámpákon át, és akkor ezzel próbáljanak meg kreatívan otthon ügyködni. Rengeteg olyan feladat van, ami szerintem önálló munkavégzést igényel. Egyedül végezhető el a legjobban, akkor tanul belőle a legtöbbet, ha ezt egyedül végzi el, és erre ez így egy tökéletes közeg volt. Végén természetesen megspékelve az online konzultációval. Közben érkezett egy érdekes komment Már Attilától, mutatom is, hogy Balázs metódusa, tehát ez a mély víz, menj vissza, csináld újra, ez működik. Tehát van ember, aki túlélte ezt a pedagógiai módszert, és még reagál is. Köszönjük szépen. Egyébként én is így tanultam annak idején a kerámiát Szegeden. Ott nem kisképzőnek hívják, hanem iparnak hívják. De teljesen mindegy. Tehát így megkorongoztuk az edényt, és a tanárnő jött egy ilyen dróttal, szétvágta az egész félbe, és ha nem volt megfelelő a falvastagszág, tehát milliméterre pontosan egyenletes, akkor újra kellett az egészet csinálni, és ment a kukába. És ezt mondjuk fél éven keresztül, tehát amíg nem lett egymás után X tökéletes korongozott edény, addig újra kellett kezdeni. Tehát valahogy mondjuk nálam, vagy nem tudom, az ilyen művészeti képzésekben ez így beépül, de közben meg pedagógusként egy vért izzadok, amikor konzultálok valakivel, elmondom, hogy ebbe ez a gond, vagy az a gond, vissza kéne menni, hát ő már nem tud visszamenni, mert már nem tudom, már nincs meg az a barátnője, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez az újra alkotás, vagy az újra próbálás, vagy még egyszer megcsinom, vagy még masszírozom egy kicsit, tehát ez a fajta maximalizmus, ez egy picit így, én úgy érzem, hogy így nehéz, vagy hiányzik mostanában. Na mindegy, nem akartam én itt most ilyen panasz áradatot, csak érdekes volt ez a hozzászólás. Úgyhogy a módszerek tematikáról áttérnék a kicsit így a tananyag kérdésre. Ugye érkezett egy olyan kérdés, vagy kommentünk, azt is mutatom Vancsó Zoltántól, amit az előbb én már picit így felvezettem, vagy említettem, hogy miért fontos a rajztudás a fotózáshoz, annak tanulásához, miért ez a perdöntő a felvételinél. Én rögtön összekapcsolnám ezt amúgy a művészettörténet tanításával, illetve belemehetünk abba a kérdéskörbe, hogy akkor kell-e a fotósnak rajzi tudás, és milyen. Mit szóltok ehhez? Éva? Hát egyrészt a mi iskolánk profilja az megköveteli a rajzi előképzettséget, és úgy tapasztalom
akár a saját diákkori emlékeim alapján, akár a évvégén, amikor mi tanár kollégák körbejárjuk az egész éves kiállítást az iskolában, rajzi és szaki kiállításokat, hogy nagyon komoly vizuális nevelő hatása van annak, hogy megtanulja megfigyelni a látványt, emlékezik, amíg a ceruzát elviszi a papírig, és lerajzolja, megpróbálja hasonlóan lerajzolni a látványt, hogy ennek nagyon komoly koncentrációs eredményei vannak, a térbeli látvány síkban látja viszont, ez is nagyon fontos a fotográfia szempontjából is, tehát átkattan valami az agyukban. Az elmélyülés, az, hogy egy témát nem olyan felületesen néz, ahogy a mai diákok, főleg a egyre inkább, én ezt különben egyre fokozottabb jelenségnek vagy problémának találom, hogy nagyon csak pillanatokra figyelnek valamire, és már rohan tovább, és abszolút látszik a fotóin, hogy nem kereste meg azt a helyet, ahonnan a legjobb a látvány. És amikor rajzolja esetleg egy-két órán keresztül, mert azért sajnos a rajzoktatás száma az jelentősen csökken. Na, szóval igenis, vagy hát úgy látom, hogy van pozitív hozadéka. Átadom a szót. Ja, bocsánat, csak a rajzoktatás ez egy picit, mert egyrészt ugye, amikor a kisképzőbe jártam, akkor fotósként kellett rajzolnunk, ugye akkor 4 éves volt a képzés. Fotósként nekem rengeteg pluszt adott az, hogy kellett rajzolni. Ez persze hozzátartozik, hogy a Bodocki István volt 4 évig a rajztanárom, aki ráadásul nem tehát a klasszikus tanulmányra is mellett ugye nagyon sok minden mást is átadott nekünk, de szerintem, tehát az Évát nem akarom ismételni, nagyon sokat hozzáad a látásmódban, kompozícióban, térlátás, szóval nagyon sokat számít. Másrészt viszont például a számart csak röviden, ugye nálunk nem, tehát aki hozzánk akar jönni, ne ijedjen meg, nem kérünk portré, hokedli, stb. Én például, hogyha komolyabb tervezési feladatot adok ki, mondjuk megrendezett fotó, storytelling fotó, akkor például storyboard rajzolás, vagy egy kicsit foglalkozunk ezzel, és nyilván nem a tanulmányrajz felől, hanem mondjuk nézegettünk a neten sketchbookokat, meg olyan haladós és olyan látványos technikákat, amikkel egyébként a manuális kifejezésmódot lehet, vagy a manuális készségeket azért lehet fejleszteni, és sok esetben nyilván nem foglalkozom sokat ezzel, mert nincs erre idő, meg mód, de ott is látom sokaknál, fotósoknál, hogy számít. Tehát mondjuk nálunk nem elvárás, de mindenképpen ad egy pluszt a rajztudás. Igen, ugye amikor kijött ez az új képzési jegyzék, és választani kellett, hogy melyik szakot indítjuk, akkor ugye a kifutó fotográfus fotótermék kereskedő helyett, és akkor ugye itt földobták ezt a kreatív és művészeti fotográfus képzést, akkor mi alapvetően egyébként emiatt döntöttünk amellett, hogy a kreatívat indítjuk el, mert ott nincs a tanmenetben benne a kötelező rajzolva, míg a művészetibe ez benne van. Egyébként személy szerint én is úgy gondolom, hogy kell és fontos a rajz tanítás egy fotósnak is valamilyen szinten, meg amit itt visszatérve ezekhez a megrendezett feladatokhoz, de bárminél, hogyha már akár csak egy pálcika emberrel lerajzolja a diák az előzetes elképzelését, az neki is sokat fog segíteni a megvalósításban, tehát egy kicsit átgondoltabban fog nekiállni a fotónak, hogyha van egy valamilyen szintű vázlat papírra vetve. Hát sőt, ott van MOME felvételi szakma, tehát a szakmai részét mondom, igen, tehát igen, ott igen. Is tervezői munka van, de ugyanúgy egy tehát lapterv, nagyon sok helyen, sajtóban, lapterveknél, nagyon sok helyen jön ez elő, hogy kell, vagy jól jön. Csak egy mondatig, mert hogy a kérdésben volt, hogy
perdöntő a felvételén, ez nekünk szó, vagy hát én említettem ezt, hogy tehát ez konkrétan a kisképzőben van az ugye, hogy, hogy azért perdöntő a rajz a felvételénél, mert ezt tudjuk objektíven mérni. Objektívebben, mint egyéb művészeti. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon belülről jövő dolog, akár a festészetben, vagy akár más művészeti ágakban, azt a fajta technikát nem tudjuk annyira mérni, majd most az iskola nevében beszélek, mint a rajzban az, hogy mennyire kigyakorolt, mennyire, milyen a vonal kezelése, mik az arányok, mennyire helyes az anatómia. Tehát, hogy itt nagyon sok ponton megfogható, mérhető egység van. A kisképzőben ezért perdöntő a rajz felvételi. Mert ez ad egy olyan objektivitást, hogy nem... Tehát az, hogy amíg a fotográfiában nyilván tudjuk, hogy egy technikai felkészültséggel igenis komolyabb eredményeket lehet rövid távon elérni, mint egy nagyon, tehát mint fényképezőgép nélkül, hogyha a fotóról beszélünk. De azért egy ceruzára és egy papír lapja mindenkinek van, és azt is nagyon tudjuk, hogy a fotó vagy a rajz az autodidakta módon is tényleg komoly szinten megtanulható. Egyszerűen a vizuális leképzés és a finom motorikus mozgás, ennek az összeg, ehhez nem kell feltétlenül tanár. Tehát, hogy kicsit az, hogy kiegyenesítse a felvételizők lehetőségeit. Ezért van ekkora hangsúly a rajzon. Ezt én így gondolom, meg már többen beszéltünk tanár kollégáinkkal, hogy ez valószínűleg így van, de azért ez így nincs lefektetve, tehát nem merném ezt most arra fixálni, hogy ez így van, de szerintem nagy eséllyel ez az oka a perdöntőségének a kisképzőben. Nagyon szépen összefoglaltad, köszönjük szépen. Azért egyszer megérne egy ilyen tanulmányt, nem? Hogy valaki egy nagyon nehezen mérhető történet lenne, de hogy így bebizonyítaná azt, hogy mennyiben más egy fotós látásmód, hogyha mondjuk egy ilyen rajzi tudás áll mögötte, vagy hogyha mondjuk ilyen ösztönösen, benn, rajzütés nélkül nézi a képet, vagy fényképez valaki. Na, szóval minden esetre, köszönjük szépen, és azt szeretném még Balázs tőled kérni, hogy a képekről nem nagyon beszéltél, nem jutott még rá idő, hogy amit te összeválogattál és csomagoltál nekünk, hogy ezt ha megnézni, és igen. Szólt, az tök jó lenne. Néhány vizsgamunkát hoztam. Alapvetően az elmúlt néhány évben Lisztes Edinával dolgoztam sokat együtt, illetve Nagy Tiborral, és így közösen próbáltunk egy tematikát fölépíteni a képzésre. Ugye felnőtt képzésről beszélünk, és vezettünk, volt szerencsénk ilyen szuperintenzív tanfolyamokat vezetni, ami most meg fogtok rökönyödni, de ilyen fél éves időtartam, vagy még annál rövidebb is talán. Tehát ugye ennyi idő alatt kellett tényleg felmutatható eredményt elérni. Hát próbáltunk onnan kiindulni, persze mindenkinek a fejében van valami így a képről, hogy ezeket első lépésben valahogy megpróbáltuk lebontani, és rámutatni arra, hogy gyakorlatilag létezik egy vizuális nyelv, ami rendelkezik ugye egy vizuális ABC-vel, és akkor mi is így szépen sorban próbáltunk meg ezen haladni, hogy ugye aztán majd képesek legyünk szavakban, illetve mondatokban beszélni, hiszen a képzés kimenete az ugye mindenképpen egy vizsgasorozatot jelent, vagy kell, hogy jelentsen. Hát ebből látok most egy kis ízelítőt gyakorlatilag. Ez a lebontás az, gyakorlatilag a fejekben a képről, amivel érkeztek hozzánk, ez azzal indult, hogy gyakorlatilag a fotográfia formanyelvi elemeire épülő, vagy azt használó feladatokat adtunk, mi ezt nagyon egyszerűen jelentés nélküli képeknek hívtuk, és hát már rögtön itt elkezdtük azt, hogy a képpárokban való gondolkozást, képhármasokban való gondolkozást, hiszen ugye egy sorozat képei között összefüggés kell, hogy létrejöjjön. És hát ennek mentén még természetesen rengeteg
feladat volt, Éva említette talán itt a fényárnyékkal való játékot, mi ezt azt hiszem fényárnyék geometriának neveztük, de ugyanúgy színérzékeléssel is foglalkoztunk, illetve külön színharmónia generálással is. Illetve ami egy nagyon izgalmas feladat volt még ilyen rövid távon is, az gyakorlatilag egy fotónapló projekt kiadása, amit általában mindig így a legelején szoktunk kiadni. Pontosan azért, hogy megtapasztalják a művészetben rejlő szabadságot, hogy mi mindent lehet, ahol nem arra kell koncentrálni elsősorban, hogy tökéletes képet hozzunk létre rögtön elsőre, hanem talán egy picit inkább a mondani való irányába próbáltuk meg őket terelgetni. Köszönjük szépen! Ennyit akartam mondani? Nem tudom, hogy van-e még kérdésed. Hát most így nagy kérdésem. Jó, nem, nincs több kérdésem, köszönjük szépen. Talán inkább ilyen érzékenyítés lesz ez a, vagy lett ez a, vagy volt, vagy szokott lenni ez a fotónapló, nem? Tehát, hogy abban a korosztályban nagyon kicsit jobban működik, amikor így hagyod keresni a témákat, vagy hagyod így megtalálni ezeket a személyes képeket. Arra szeretnék rá kanyarodni, hogy ha nem érkezett több nézői kérdésünk, úgy látom, hogy mint pedagógusok, mint vizuális pedagógusok, nektek mi okozott, vagy mit jelent a, hogy is mondjam, az ilyen siker, az ilyen pedagógiai siker? Tehát, hogy mi jelenti a sikert a munkátok során? Gáspár, Viktor. Hát mondjuk egy ilyen nagyon kézenfekvő dolog nyilván egy sikeres egyetemi felvételi, de hát mondjuk ez egy ilyen jéghegy csúcsa. Szerintem nagyon izgalmas az, amikor, amitről még az elején beszéltünk, hogy mondjuk valaki bejön a képzésbe, tulajdonképpen teljesen mindenféle tudás, ismeret nélkül, és sikerül rávezetni, ráállítani, vagy elindítani egy olyan gondolkodásmód felé, mert azért azt ne felejtsük, hogy a fotográfia azért nagyrészt fejben, tehát azért egy kép jelentős részben fejben dől el, az mindenképpen egy izgalmas dolog, és egy kihívás, amikor valaki gyakorlatilag a semmiből sikerül egy nagyon, nagyon jó reményteli úton elindítani. Aztán az is sikerélmény, amikor valaki úgy jön nagy mellénnyel, relatíve jelentős technikai tudással, és mondjuk sikerül kiradírozni belőle mindazt azt a rengeteg panelt és közhelyt, amivel jön, és amivel ő úgy gondolja, hogy neki itt már nincs mit tanulnia, és nagyon izgalmas például abból valamit, tehát arra ráébreszteni, és azt a pillanatot, tehát konkrét volt diákokat tudnánk nyilván mindannyian sorolni. Tehát ezek is így izgalmas dolgok. Nagyjából volt olyan is, amikor éjszaka kellős közepén a kocsmában egy x éve nem látott diák a nyakamba borul, hogy de jó, hogy találkoztunk, tanár úr, meg nem tudom. Szóval hát sokféle ilyen pillanat van. Egyébként pont itt van annak a Csomor Ádámnak a munkája, aki kérdezett bennünket, aki rendkívül jól járnátok vele, hogyha hozzátok is jelentkezne a kisképzőre. Igen, de egyébként ő egy pont egy nagy szakmai sikerünk, én úgy van. Az Ádám, így van. Tehát, hogy ő most talán 24 évesen eljutott oda, hogy beült egy újsághoz képszerkesztőnek 2 évvel azután, hogy kijött
20-ba, 2020-ba végzett, és most képszerkesztőként dolgozik egy elég nagy újságnál. Tehát ez például ez tényleg ugyanúgy, mint egy egyetemi felvételi, ezt azért mi sikerként kell könyvelni. Abszolút. De egyébként ugye, tehát ugye mi ugye régen fotótermék kereskedők voltunk, nekem például az is siker volt, amikor bementem az egyik fotóboltba, és a három eladóból kettő a kitapányok volt, de ez, akár ilyen szinten is. Ugye nekem például volt egy nagyon kemény mesteremben, szerintem neked is, ugye Gulyás Miklós a Moméról, én neki azt szoktam mondani, hogy én akkor éreztem azt, hogy eljutottam oda, ahova ő, mint tanár, amikor sikerült egy keményebben megfogalmazott kritikával megríghatni az egyik tanulót. Egy Balázs. Mert hogy én ugye abban nevelkedtem a Mikinél, hogy ott azért fénykorában ott sokszor sírva fakadtak a diákok egy-egy keményebb kritikán. Nekem ezt egyszer sikerült elérni, és egyébként ott pont azért történt ez, mert tényleg arról volt szó, hogy ő is érezte, hogy valami nem stimmel, és utána egyébként jól jött ki belőle, tehát hogy ezek nem olyan szintű megríkatások, amivel így belegázol az ember a lelkébe, hanem inkább egy ilyen építő jellegű történet. Igen. A kisképzőbe ott mit tekintünk sikernek, vagy mik ezek az apró örömök, amik itt picit így visszajelzést adnak, mint pedagógusnak. Bár nektek ugye jó dolgotok van, de ezért biztos van néha mély pont, mondjatok már valamit. Hát szerintem az egyik biztos, vagy számomra komoly sikerélmény az a visszajelzés, hogyha egyszerűen bármilyen visszajelzést kapunk. Tehát, hogyha az, hogy ez most ez nem így volt jó, vagy tehát, hogy ha azt az őszintességet megkapjuk, hogy mond, visszajelez arról, hogy mi az, hogy mit kapott itt, vagy akár a folyamatban lévő oktatásról jelez vissza, akkor azt gondolom, hogy az már egy jó, az már a sikerélmény, mert akkor megbízik bennünk annyira. Én azt gondolom, hogy tanárként lehet, hogy most azt mondtam az előbb, hogy az egyik sikerélmény, szerintem ez a sikerélmény, hogyha visszajeleznek és megbíznak bennünk. Mert az, hogy utána az egyetemi felvételi, az, amit a Gáspár is, az is egy ilyen kézzelfogható sikerélmény, csak például nekünk tök sok jó, nagyon jó diákokat, akikben nagyon bíztam, azokat például nem vették fel se, vagy konkrétan a Moméra, de és akkor utána az életben meg így egyszer csak visszajöttek. Volt, akik úgy jöttek vissza, hogy nem lettem fotós, tehát hogy ez, amit a Gáspár is említette, hogy a kocsmába az ember nyakába borulnak, hogy nem lett fotós, semmi köze nem lett a fotóshoz, de azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt az életében. Akkor ez már egy bőven elég nekem. Tehát az a csúcs. Annál többet úgy sem lehet igazából. Tehát az ő rajta múlik, hogy fotográfus lesz, vagy nem. Tehát, hogy igen, ez a... Ha azt érzi, hogy neki van köze hozzánk, és mondhat, vagy neki kell mondania nekünk valamit. Hogyha ez így kialakul benne, ez a közlési vágy, szerintem az egy ilyen nagyon jó dolog. Uh-huh. Nektek amúgy az intézményekben van ilyen vagy pedagógus minősítés, vagy visszajelzés, tehát van egy olyan rendszer, amikor a diákok anonim módon véleményt nyilváníthatnak? Tehát van hivatalos visszajelzés? Igen, mindenfél évben van nálunk egy ilyen anonim online pedagógus értékelés, hát kapunk mindent azért. Az igen. Tehát, arra azért rugalmasan lehet reflektálni, ha fél évente kapjátok a bizonyítványt. Igen. Tehát van olyan, tehát ugye anonim, de néha sejti az ember, hogy itt milyen sértődés lehet a hátterében ennek a dolognak, de egyébként nagyon jellemzően azért inkább pozitív visszajelzéseket kapunk. Nálunk nincsen. Nem, nincsen ilyen. Ilyen intézményes szintű. De gondolom, hogy személyesen persze reflektálnak a diákok. Igen. Érkezett egy kérdésünk. Meg van időnk. Bocsánat, mondjad.
Nem csak, hogy van időnk utána menni a dolgoknak, hogy felgöngyölíteni a szálakat, hogy hol akadtunk el, hogyan tudjuk folytatni a munkát, hogyha bármi van, ami akadályozná, úgyhogy mégiscsak működik szerintem. Működik. Jó. Köszönjük. A Lévai Gábor kérdezett, hogy szintén fotós oktatóként kérdezném a kollégáktól, hogy látják, hogy látják, mennyiben változott az elmúlt években a diákjaik motivációja és munkabírása. Tehát hogy látjátok, milyen tendenciát láttok a diákok aktivitása szempontjából? Én csak az gyorsan így, ami így eszembe jutott, mert pont erről beszélgettem nemrég egy ismerősömmel, hogy szerintem ugye gyorsan rá lehetne erre a kérdésre vágni azt, hogy hát, hogy gyengült, meg hogy keveset bírnak, meg hogy már más ugye ez, amiről szó is volt, hogy nem megy vissza, nem olyan kitartó. Én azt gondolom, hogy pontosan együtt változik a világnak a motivációs folyamatával. Tehát, hogy inkább az a kérdés, hogy vagy szerintem csökkent a motiváció, de a motiváció csökkent, de valahova ez áthelyeződött. Tehát, hogy pont itt a digitális jelenlét, az, hogy a szociális szokásaik teljesen megváltoztak a diákoknak, hogy igazából ebben kéne keresnünk a megoldást, mert az biztos, hogy az emberek így nem, vagy én azt gondolom, hogy az anyag nem vészel, csak átalakul elmélet alapján, hogy nem a motiváció, a mondjuk a kitartó folyamatos tanulásban azért csökken, mert sokkal gyorsabban szereznek információt. Tehát az információ megszerzése, a tanulás folyamata iszonyatosan felgyorsul, ezért valami folyamatnak a véghezvitele is sokkal, sokkal pörgősebbé válik. Hogyha egy fotósorozatot készíten csinálnak, mondjuk egy idősek otthonába kell lejárni Pilismarútra heti két alkalommal, bele őrül, hát nem lesz három napon belül eredmény. Maga a fotográfiában megnézzük a digitális technikát, hogy lenyomom a gombot és látom a képet. Ugye ez mekkora ugrás ahhoz képest, hogy filmet hívok, lenagyítom és akkor látom a képet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a motivációjuk nem elveszett, csak átalakul. Tehát, hogy azért nem kitartóak, mert sokkal gyorsabban keresnek eredményt. És én azt vettem észre, hogyha például én elaprózni próbáltam mostanában a feladatokat. Tehát elkezdem szétszedni a feladatokat apró részekre, azért, hogy és ezzel nem kiszolgálni akarok mindig mindent, tehát hogy nem az a cél, hogy most ők alakítsák át az oktatást, hogy ennek vannak a bevett módszerek, amikkel egyetértek, de hogyha mondjuk egy hosszú feladatot három etapba darabolok, akkor hatékonyabbnak érzem a megoldást. És ez ebből kanyarodott ki, hogy a motivációvesztésnek vajon mi az oka? Többiek? Ti hogy látjátok? Szerintem itt a János sok fontos dolgot elmondott, tehát hogy a kor változik, meg nagyon sok minden más változik. Nyilvánvalóan tehát mondjuk a kisképzőben ugye van tapasztalatom azzal, hogy ott is tanítottam, tehát hogy nyilván egy erősebb szűrő van, tehát alapvetően azért motiváltabb társaság jut be, vagy legalábbis százalékosan így jobb az arány. Ez embere válogatja, nagyon sok tényezőtől függ még egyébként, tehát azon kívül, hogy a világ mennyire megváltozott. Tehát kár visszavetíteni 10-20-30 évre, hogy te már a szenes zsákot úgyse tudnád elvinni, nem tudom, tehát hogy nyilván, de ezt a János elmondta egyébként tök jól szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nem tudom, hogy van-e még valami olyan téma, ami esetleg így eszetekbe jutott, vagy bennetek van, vagy szeretnétek még beszélni róla. Van egy nagyon-nagyon pici időnk. Ha nem, akkor most jött még egy komment, az gyorsan olvasom. Igen, ha nem, akkor szeretnék elköszönni a nézőinktől, meg hallgatóinktól. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést, hogy egy kicsit segítettetek körbejárni ezt a témát, vagy megvilágosítottunk itt egy oktatási témakört. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer. Mi is köszönjük. Mi is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm! Sziasztok.
Sziasztok!